Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Most már más a helyzet, hogy most már nyugdíjas lettél. Nem ezen szoktunk viccelni, hogy abba hagyta a profi sportot, és most már nyugdíjas. Voltunk síelni, és az is jól sikerült. Ha videót látnátok, akkor az elég vicces, én életemben nem síeltem. Meg a korcsolyázás is. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztus Podcastban. Folytatom azon beszélgetések sorát, amelyben különleges és ismert párokkal beszélgetek, olyanokkal, akiknek az életében meghatározó szerepet tölt be a sport. A mai műsorban ezúttal Lipcsei Betta, az MTV a műsorvezetője és sportújságírója, és párja, a korábbi 95-szörös válogatott Juhász Roland a vendégem. Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttetek! Párja, mondom én ezt így, miközben mennyasszony főlegény. Gyönyörű az a gyűrű ott az ujjadon, és talán esküvő is lesz. Igen, hát az idén januárban jött az elhatározás a részemről, január 1-én, hogy komolyabbra kéne ezt a komolyabb alapokra kéne a kapcsolatunkat helyezni, és ennek köszönhetően úgy érzem, hogy 38 évesen eljött az ideje, hogy... Jobb később, mint soha. Igen. Finom, ezt se nekem mondták, igen. Érdekes, mert tényleg erre egy férfinak szerintem meg kell érni erre a dologra. Jó, sokáig érlelted magadat. Korábban nem is terveztem, hogy valami fogok nősülni, aztán egyik esküvő, egyik barátom esküvője volt, amilyen olyan hatással volt rám, hogy akkor döntöttem, hogy én is szeretnék egy ilyenbe részt venni, egy ilyen eseményen, és hát... Tudtam azt, hogy Betta lesz már jó ideje az a nő, akit szeretnék elvenni feleségül, úgyhogy ha minden jól megy, akkor az idén az esküvő is megtörténik, úgyhogy egy fejezet kezdődik. Igen, május végén lesz, úgyhogy ez elég behatárolt időszakban tudtunk gondolkozni, hiszen ugye nyilván a Rolinak is, meg nekem is nagyon sok barátom a sportban dolgozik, a sportban él, tehát így számukra egy gyár közepi hétvége az elképzelhetetlen, hogy részt tudjanak venni az eseményen, úgyhogy csak a nyári szünet, ami ugye májusban van, vagy pedig a téli szünet volt adott, amikor ugye a sportolóknak, a focistáknak hosszabb szünetük van, úgyhogy így kizárásos alapon a május vége az időben. Pont, igen. Az milyen szerencse, hogy Roliban pont az ellenkező hatást váltotta ki az esküvő látványa, mint általában a férfiakban szoktam elmondani, megrémülni szoktak többnyire, hogy azért ez nem volt nagy baj. Igen, úgy látszik, hogy neki tényleg idő kellett ehhez, már nagyon sok fiúismerősöm van így, hogy tényleg idő kell hozzá, de az se egy szerencsésebb helyzet nyilván, hogyha valaki nagyon hamar elkapkodja. Mi azért nagyon régóta ismerjük már egymást, hát igen, a kapcsolatunk mondani, előtt is. Hogy 2016 óta fordult a kapcsolatotok ugye komolyra, és azért hát, szép türelmes voltál, mint mennyasszony jelölt. Nem volt türelmes egyébként. Ezt nem mondanám, most akkor mondjátok el, tehát hogy végre ki sikerült végre rávenned. Nem, ez szó sincs arról, hogy presszionálva lett volna, de tudta, hogy nekem ez fontos, és ez nyilván ez az életem része kell, hogy legyen, én ezt nagyon szerettem volna, de már sokkal régebb óta ismerjük egymást, mint 2016, hiszen nagyon régóta közös. Igen, hát előtte már 15 éve. Igen, 15 éve, úgyhogy ezért jó rég ismertem a Rolit, úgyhogy nem egy ilyen hip-hop megismerkedtünk és összeházasodtunk történet a miénk, de reméljük, hogy annál tartósabb lesz. Nem, hát ezt akarom mondani, összeadom azért, most már több mint két évtized mióta ismeritek egymást, de ott 2010-ben mi történt, hogy ez a dolog így egyszer csak átfordult közel másfél évtizednyi ismerettség után? Hát ugye mind a kettőnk élete úgy alakult, hogy egyedül éltünk, ilyen szingli életet éltünk, és egy találkozás, egy baráti találkozás során valahogy teljesen máshogy néztem a Bettára, addig egyébként tök őszintén megmondom, hogy nem. Észre se vetted. Elég nehéz. De. Mikor fiatalabb voltam, önbizalom hiányba szenvedtem, nyilván egy ilyen csinos nő, oda se mertem menni. De egyébként tényleg, és valamiért gyerekkorunk óta ismertük egymást, és ja, tudtam mindig, hogy nagyon szép nő, és akkor valahogy jött egy olyan érzés, hogy most valahogy máshogy tekintettem a Bettára, és szerencsére mondhatom után neki köszönhető, mert ő jobban kitartott. Nehezebb esett voltam, igen, mint ő, és ennek köszönhetően tartunk ott, hogy most ilyen dolgokról kell szerencsére beszélni. De továbbra is azt mondom, hogy ez egy szerencsés dolog. Nyilván eltelt azóta 6 év, de ahogy Betta is fogalmazott, én sem szerettem volna elmaradottan egy ilyen komoly lépést meglépni. Én úgy,
abban hiszek, hogy egyszer szeretnék, hogy egy jót dönteni ebben a kérdésben. Ugye azért sajnos sok negatív példa is van az ember életében, de bízom benne, hogy ez tényleg egy örök életre szól. Szóval nehéz eset volt, azt mondtad? Hogy... Ja, igen, nem volt könnyű eset. Jó, hát nyilván abba belegondolunk, hogy amilyen életet élnek az élsportolók, még így is, hogy én a sportban dolgozom, és az én időbeosztásom sem hétköznapi, fogalmazunk így. Azért az ő életük azért nagyon sok kompromisszummal jár, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Tehát az, hogy nincs egy hétvége, nincs egy ünnep, nincs egy karácsony, esetleg karácsony nagy ritkán, de az sem 100%-ban, amikor mondjuk ráérnek, és tényleg a családdal tudnak lenni. Úgyhogy ez az időbeosztás, ez nagyon sok lemondással jár, és alkalmazkodással a másik oldalról. De így, hogy én is elég nehéz időbeosztásban dolgozom, az mi életünk tényleg a logisztikáról Na, szól. Na majd erre ugye mindjárt kitérünk. Igen, és ezt össze tudjuk egyeztetni, azért ehhez kellett idő, amíg összecsiszolódtunk, fogalmazunk így. Hát az azt mondják, hogy egyébként az egész élet egy csiszolódás tulajdonképpen, úgyhogy ebben azért sok igazság van. Viszont azt tudom, hogy ugye a sport nyilván mind a kettőtök életében külön-külön is fontos szerepet játszott, de volt valami egyéb randevú, valami utcai futóverseny, nem tudom, hogy kicsábította a másikat el. Bettának sikerült engem egy jótékonysági futásra. Maratonváltóra, ugye abból szerettem volna kipróbálni magam, és így kaporult a Betta. Hát igen, ez úgy nézett ki, hogy megvoltunk a váltóban, és kellett még egy váltótag, aki hiszem 12 kilométert fut, és hát pont kéznél volt arról, hogy tud is futni 12 kilométert, meg rá is ért aznap, hogy nagyon örülök. A szegének puf, épp két igen, pont egy, ezt akartam mondani, hogy rögtön így, nem tudom, aztán előző nap volt pont fordulója szombaton, és akkor vasárnap még egy 12 kilométert így lefutott a betonon, de nagyon tetszett neki utólag. Jól esett, gondolom, a térdadnak, viszont ott kárpotolt a dolog, ugye, hogy hát ezeket a formás lábakat, amiről tudom, hogy nagy rajongója vagy, teljes joggal, alaposabban megnézhetted. Igen, hát volt szerencsém, utána azóta már persze személyre vételeztem jobban, de egyébként nyilván úgy vagyunk ezzel, hogy most akár a futóverseny, akár neki köszönhetően sokkal nyitottabb vagyok egyébként más sportokra, és ez tényleg neki köszönhető. Én nekem olyan pozitív az személyvel kapcsolatban, hogy tényleg nyitott ezekre a dolgokra, nyitott más sportra, engem is rá tud venni még olyan is, amit nem nagyon van kedvem, de utána mindig gondolsz? Azt mondom, hogy tök jó dolog sül ki belőle, hál' Istennek a futóversenyből is egy jó dolog sült ki. Mert... Igen. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ezért egy válogatott labdarúgó azért egy szakbarbár a szónak a nemes értelmében? Tehát, hogy ott... Ez is kész? Hát igen, megnézni azért nyilván megnézett más sporteseményeket is, főleg, hogyha egy nagyobb világesemény volt, olimpia vagy világbajnokság, de azt, hogy mondjuk magától elmenjen egy, nem tudom én, akár... Evezni. Balaton átevezésre, igen, meg ilyen más jellegű sportok felé nyisson, azért kellett egy kis rábeszélés, fogalmazunk így, de most már teniszezni is. De hozzáteszem, ez azért is volt, mert bocsú, belevágtam a szabadba, mert nyilván féltem a sérüléstől. Ezt akartam kérdezni, azért ez egy jogos, igen. Hogy mondjam, szóval a félelem egy profinál, akinek a teste a munkaeszköze, hogy azért nehogy valami hobbi sport közben szegyesz, vagy mondjuk egy teniszkönyököt, már az még hagyján. Igen, és voltunk síelni, és az is jól sikerült, ha videót látnátok, akkor az elég vicces, mert nem sietem. Meg a korcsolyázás is. Majd lehet azt a videót átküldöm, Zsuzsi, hogy meg tudjátok. Korcsolyázással is rávetted? Balatonon. Balatonon ráadásul? Elég sűrűn vagyunk Balaton, és ott 6 évvel ezelőtt pont befogyott a Balaton, és akkor arra is rávettek. Azért az a videó. Jó, azt elengedtük azóta a korcsolyázást, az ugye egyszer megvan. Sielés, korcsolyázás egyelőre az háttérben. Az most mire a hüttében, de azt nagyon jól lehet. Azt viszont nagyon azt szeretem. Azt nekem is, én is csak addig jutok, addig amúgy egyébként itt a térben. Megvárom a családot. Igen. Jó, de hát azért úgy látom, és hát azért még bőven akkor aktív volt Roli, tehát akkor sikerült végül is kimozgatni őt, ugye? A kicsit a kényelmi zónájából. Igen, kellett neki, meg nyilván nem csak az, hogy a foci világába éljen, és csak ezeket a sportokat kövesse, de nagyon élvezte, amikor elmentünk már sporteseményre, tényleg egy kézi meccsre, vagy egy hoki meccsre, tehát ezeket szerintem te is nagyon megszeretted. De nyitott is voltál, csak nyilván időd, energiád sem volt, tehát hogy nem úgy néz ki most, hogy én ezt kényszerítettem fegyverrel, hogy már pedig most elmegyünk egy kézi
kézi meccsre. Igen, meg volt a nyitottság, csak amikor van egy fordulója a szombaton, egy, nem tudom, akkor még pont folytatok az Európa Ligába is, hétközi meccs, utaztok, sok utazással, az nyilván az ember egy szabad délutána nem feltétlenül kerekedik fel, és megy el valamit csinálni, de... Más a helyzet. Most már más a helyzet, hogy most már nyugdíjas lettél. Okay. Még egyszer? Nem, ezen szoktunk viccelni, hogy abba hagyta a profi sportot, és most már nyugdíjas lett. Hát igen, hát végül is tulajdonképpen ez ahhoz az életmódhoz képest egy nyugdíjas lét, nem? Abszolút, abszolút. Hát igen, és élvezed? Most nyilván belevágtam, hogy volt az edzősködés egy 10 hónapon keresztül, így picit letisztulva most visszatekintve az időszakra. Sokat tanultam belőle, de arra rájöttem nyilván, hogy teljesen más aktív sportolóként élni az életünket. Az a mindennapi rutin, ami azzal jár egy edzőnek, sokkal több az elfoglaltsága, még kevesebb idő jut a családra. Ilyen szempontból nem egy hálás feladat, de viszont egy rendkívül nagy és új kihívás számomra, mert azt gondolom, a profi sport, mint résztvevő, aktív résztvevő, és mint mondjuk edző, vagy a menedzsmentben résztvevő, teljesen más a kettő. Nagyon külön kell a kettőt választani. Nagyon sokan szerintem belesnek abba a hibába, hogy azt gondolják, hogy ha van mögöttük egy 20-25 éves pályafutás, akkor ők mindent tudnak az edzői pályáról, akár vagy a menedzsment részéről. Hát ez majdnem azt mondom, teljesen az alapoktól kell kezdeni. De most azt a részét viszont élvezem tényleg, hogy van végre szabad hétvégénk, tudunk együtt kirándulni. Tényleg leginkább szerintem a gyerekek és a Betta élvezi ezt leginkább, hogy esetleg ő nem dolgozik, mert azért... Igen, azt tudjuk, hát azért igen. Igen. De ez viszont egy jó, ezt a részét viszont most nagyon élvezem. Kellett is, azt gondolom, nem is szeretnék pont ezért kapkodni. Persze, te hoztad végül is szóba, de én is szerettem volna azért megkérdezni, hogy azért ez egy nagy és merész kirándulás volt, hogy Fehérváron itt az edzőcsapatban, ugye Szabics Imre vezető edzősködése mellett, ugye Torgele Sanyival osztottátok fel, hogy tiéd volt a védelemővé, tulajdonképpen a támadó munkának a felépítése. Már nem dolgoztok ott, ez nem volt egy, mondhatjuk talán, nem volt sikeres időszaka a Fehérvárnak. Viszont pont arra vagyok kíváncsi, hogy egyrészt a tapasztalatszerzés szempontjából ezt most kudarcnak élted meg, vagy egyszerűen egy tanulási folyamat? Kudarcként semmiképp. Pont azt mondom, hogy mindig úgy voltam aktív játékosként is, hogy mindenből tanulni lehet, mindenből le kell volna megfelelő következtetés. Nyilván önkritikus voltam magammal szemben egy mérkőzés után is, és inkább a hibákból próbáltam tanulni. Most is tudjuk, hogy nyilván kaptam az életi nagy lehetőséget, mert azt gondolom, hogy szinte az öltözőből szakadva a másik oldalon talán ugyanannál a csapatnál magammal. Nyilván bennem is sok minden letisztult egyébként, hogy lehet, hogy ez a pályaedzős dolog, ez a jövőmre nézve nem biztos, hogy én vagyok a karakteremből adódóan. És nem azért, mert nem volt rajtam mondjuk annyira nyomás. Én játékosként is azt szerettem, amikor az első vonalban olyan csapatban voltam, amikor folyamatos nyomás alatt voltam. Nyilván a vezetőedzőre azért láttam, hogy sokkal nagyobb terhárult ez az időszak alatt. És nyilván az én személyiségem is mondjuk másnak a vezetőedzője, vagy a csapaton belül, akkor azért azt nehéz sokszor kontrollálni. De mondom, ezeket így most már pont az elmúlt egy hónapban itt szépen azért levezettem magamba. Úgyhogy... De az edzői szakmában, az edzői úton, akár egy alacsonyabb osztályban, vagy fiatalabb gyerekekkel látod az utadat valahogy? A jövőben? Vagy még esetleg? Vezetőedzőként nem tudom, hogy mennyire majd a jövőben. Inkább ez a sportvezetői, sportigazgatói dolog, ami érdekel, egy klub filozófiát megszabni, abban megfelelő embereket választani, azt az egészet képviselni, az öltözőt és a tulajdonos közötti kapocs lenni. Szerintem ez egy nagyon érdekes kihívás lehet, látva azért sok példát az elmúlt időszakban. Vezetőedzőként annyi most csinálom a prolicenszet, ugye most kezdtem pont a tanfolyamot, ugye ez a legmagasabb edzői végzettséget adja. Nyilván azt gondolom, hogy szakmailag valaki hiteles legyen, akár mint sportvezető, ez elengedhetetlen. Szóval azért is örülök, hogy tudtam gyakorolni is, vagy remélem, hogy még lesz is a lehetőségem, hogy gyakoroljam, mert ezáltal tudok majd hiteles lenni, akár a tulajdonosok felé, vagy akár a játékosok felé, mert nyilván az, hogy játékos voltam, és van egy pályafutásom, az szerintem ahhoz kevés, hogy a szakmában hiteles tudjak. Ez jó, hogy ezt mondod, hogy végül is azért ez nem egy egyértelmű egyenes út, és még ha valaki elvégzi sem, minden esetben lesz egy nagyon jó játékosban nagyon jó edző. Aztán persze vannak olyan esetek is, amikor egy középszerű játékosban lesz kiváló edző. Tehát ugye azt gondolom személyiség, meg nyilván tapasztalat, meg nagyon sok minden kérdése ez, de
a tárgyi tudást, ami ezzel együtt, ezt gondolom föl kell szedni. Tehát persze, igen, és tényleg azokat a jó dolgokat, a pedagógiai részét látom, hogy nagyon intenzíven kell akár a sajtóban megjelenni, és ezek a dolgok nagyon fontosak. Egy vezetőedzőnek szerintem elengedhetetlen, ezek nagyon jól működjenek. Az öltözőben is ezáltal tud szerintem valaki még hitelesebb lenni, és lehet, hogy sokszor a szakma nem is kell annyira, mert lehet, hogy egy adott motivációs beszéd, egy az edzőn látott szenvedély váltja a játékosokból azt, hogy igenis, most ez egy teljesen más mérkőzés. Hát erre rengeteg példát láttunk Jürgen Klopptól elkezdve nyilván igen, a közévilágban. Hála Istennek most persze. Már ugye sok lehetőség van, hogy ezeket megtekintse az ember. Ez a része nagyon érdekel, ez a része így nagyon. Mondom, most azt érzem is, hogy tanulófolyamatban vagyok, van egy olyan része az életemnek, amit most befektetek, annak érdekében, mint ahogy tettem, az fiatal játékosként persze. Is. Hogy... Ez nagyon szimpatikus, én is azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy be kell rakni a melót, amiből aztán ki lehet venni. Mert ugye a te státuszod, ez semmiképpen nem egy klasszikus futballista feleség jelölt, de azért nyilvánvalóan, amikor ugye deklaráltátok a összetartozást, akkor azért ennek óhatatlanul az ember megjelenik most már abban a, hogy mondjam, státuszban, ugye a párja mellett, és ott azért kialakul egy légkör. Miközben te a szakmabeli vagy, tehát nyilván te a mérkőzéseket is más szemmel nézel, nyilvánvalóan. Te volt olyan, amikor például olyasmit kellett beolvasnod eredményben, ami érintette őt, és neked fájt? Fú, nagyon sokszor volt olyan, természetesen. Sokszor nem lehetett tolni. Sokszor nem kaptatok ki, igen, bocs. Sokszor nem kaptatok ki, elnézést. Bocsi. Volt többször olyan, amikor nyilván nem jó hírt kellett bemondani, de olyan is volt, hogy ő volt a vendégem, még korábban miatt egy párt alkottunk. Olyan is volt, hogy úgy csináltam vele interjút, mert pont úgy jött ki, hogy én voltam beosztva egy eseményre, ahol ott volt a Röli, hogy vele kellett interjút készítenem. Az nagyon vicces volt. El is nevettük, de úgy aránylag ment, tehát hogy nem volt vele probléma. Inkább azt veszem észre, hogy talán a Roli barátait jobban feszélyezi, hogyha van egy olyan információ, vagy korábban feszélyezte, inkább azt mondom, mert most már nyilván rájöttek, hogy ez nem jelent problémát, hogy meséltek arról, hogy melyik csapat kereste meg esetleg őket, amikor még játékos volt a Roli, vagy hova szeretnének igazolni, és akkor látták, hogy ott vagyok, és akkor jó, de ez most még nem publikus, meg ez most nehogy kiderüljön, nyilván nem. Ez lesz az első, gyorsan telefonálok az összes dolgozó ismerősömnek, hogy na most azonnal hozzuk ki, hogy sajtóinformáció, hogy ez meg ez fog történni, és ide is ide igazol valaki. Tehát természetesen látták, hogy ez nem így van, és hogyha valamit bizalmasan elmondanak a Rolinak, az holnap nem jelenik meg a sporthíradóban. Ez is idő volt természetesen, amit szokták. Idő volt, amíg elhitték azt, hogy te el tud választani a magánembert igen. Az újságírótól? Igen, meg azt is próbáltam óvatosan kezelni, hogy amikor meghívok valakit esetleg vendégnek, vagy felhívom egy interjú miatt, hogy ne érezze ezt egy ilyen kényszernek, hogy lehet, hogy az egyik este még együtt vacsoráztunk, hiszen mondjuk a Rolinak a jó ismerőse. Én meg másnap zaklatom, hogy figyelj, be kéne jönni egy interjú miatt, vagy erről kéne beszélni, vagy most rosszul sikerült esetleg egy meccs, és kéne interjút adni. Próbáltam ezeket valahogy nagyon óvatosan. Nyilván biztos volt olyan szituáció, ahol nem tudtam jól kezelni, és lehet, hogy valakinek sok volt, vagy terhes volt, hogy ezzel kapcsolatban kerestem. Választunk vendégeket, hogy akivel már vacsoráztunk, az jöhet meg. Igen, de nagyon jó kis adatbázis volt azért egyszer-kétszer a Roli telefonkönyve, de nem vittelek, nem. Tényleg próbálom abszolút távol tartani magam lehet, a közeli lehet, barátaitól. Lehet. Nehezen, de csak próbálom. Csak azért kérdezem, mert végül is emögött azért van egy, én szerintem egy egészséges benfentesség is, nem? Igen, de nem élhetsz vissza nyilván azokkal az információkkal, meg azokkal az emberekkel, akikkel te jóba vagy, akár abból kifolyólag, hogy mondjuk régóta dolgozom én is a labdarúgás környékén. Az teljesen más, hogyha úgy hívok fel valakit, hogy figyelj már, nem tudom, 10 éve is csináltunk interjút, ismerjük egymást, jóba vagyunk, mint úgy, hogy mondjuk valaki a Roli barátja, és akkor szívességből azt gondolja, hogy most nekem mindenféleképpen interjút kell adnia, úgyhogy ez egy nehéz kérdés. De fordítsuk ezt a dolgot meg, hogy egy picit azért mondjuk így a szakmában, tehát a sportújságíró szakmában, az elfogadottságodban volt annak ereje, hogy ti összetartoztok szerint? Én azt gondolom, hogy maximum esetleg egy játékos volt sokkal nagyobb bizalommal felém, azt gondolom. Ami már nagyon alatt. Vagy egy olyan hír mondjuk, igen. Hogy
mondtam neki egy információt, mondtam, hogy segítettem neki, hogy nyugodtan készítsétek elő, mert ez szinte biztos. És akkor nyilván a megjelenés előtt nem történt, de nyilván tudtak rá készülni. Igen, megmondom, egy-két olyan interjú volt, hogy figyelj, neked elmondom, így és így lesz, létszi ebből hozzuk ki, vagy tudták, hogy nem fogok olyat kérdezni, ami direkt esetleg rossz színben tüntetné fel. Vagy volt olyan, valaki mondta, hogy figyelj, most nincs időm, gyorsan csináljuk meg az interjút, lehet, hogy nem olyan lesz, vágd össze, létszi, rád bízom, tudom, hogy úgyis jót fogsz belőle kihozni. Talán ilyen szempontból volt előny. És mi a helyzet azzal az a tárgyi ismeretanyaggal, amit ezért arról így akár a nemzetközi szintéről hoz magával, tehát például a felkészülésben szoktak kérdezni őt, vagy van olyasmi? Fociról nem beszélünk. Nem. Abból vita van. Hát aranyszabály. Fociról nem beszélünk. Nem, egyébként ez valahogy így alakult, hogy a fociról nem, azt nem szeretem, hogyha arról beszélgetünk, máshogy látjuk. Igen, teljesen máshogy látjuk. Ha nézünk otthon egy meccset, akkor én egyébként eleve beleélem magam, tehát én tipikus szurkolóként nézek minden sporteseményt, hogyha kint vagyunk, akkor azért szokott rám szólni. Prolicenses edző nyilván. Hát természetesen, mint mindenki más Magyarországon is. Nem, én megmaradok lelkes szurkolóként, én ezt vállalom, hogy nem értek hozzá, csak lelkes szurkolóként követem az eseményeket, de én kommentálom is, tehát akár kint vagyunk egy meccsen, akár nem, és mindig rám szokott szólni, hogy maradj már csöndbe, hát mindenki minket néz. Nyilván nem szurkol, nem, jabálj, vagy nem mondj ilyeneket, mert mindenki minket. Inkább otthon van ebből néha nézeteltérés, de már ezeket is jól kezeljük. Ha nem beszélünk fociról, és akkor nincs nézeteltérés. Igen. És akkor miről lehet? Tehát a fociról nem? Más sportágokról. Igen, és az nekem nagyon nagy segítség, mert azért nyilván, hogy említettem, engem is érdekelnek más sportok, és én ezt nagyon tisztán és becsülöm, hogy tényleg ilyen felkészültsége rendelkezik, és mindig ámulok-bámulok, mikor bármilyen beszámoló van, és akkor ő a tévéről, vagy eredmény, és akkor mondja, hogy igen, még ez is volt, az is volt. Vele kapcsolatban... Forma 1-ben nagyon... készült például interjút, ilyesmi, ugye? Azért ezeket... Igen. Meg nem csak bármilyen azt mondom, hogy... Persze. Ugye voltunk a Évsportoló Gálán is, ott is, én nekem sokszor nagyon esély... Az arc mondjuk megvan, de lehet, hogy a nevet nem tudom hozzá párosítani, lehet a sok fejelés miatt egyébként. De igen, és láttam, hogy tényleg bárki, ki volt ő, tudom, Betta segíts, légy szó, hogy tudom ki ő, persze megvan egyből nagy segítség, és tényleg látom, hogy mennyire felkészült és mennyire lapra kész, azért ez nem egy egyszerű szakma. Azért minden sportágban képbe lenni szinte, azért tudni, hogy ki milyen eredményt ért el. Nyilván nekem is most tágítja ezt azt a kört, hát ezáltal. Figyelj, most kezd igazából időd lenni arra, hogy a spektrum az táguljon, mert hogy eddig nyilvánvaló, nem azt mondom, hogy egy csőlátás, amikor az ember benne van a saját sportágában, de végül is mégiscsak arra kell koncentrálni. Nyilván van egy-két sport, ami szimpatikus volt korábban is, de neki köszönhetően az ez jóval szélesedik, és mondom ezeknek akár a kipróbálása is, hogy az aktív részes lenni ilyen rendezvényeknek, mert tényleg az, ha nekem nagyon fontos volt alapból, hogy ő a sportban dolgozik, azért mindenképpen egy plusz dolog. Hát ez van közös témánk, nem a foci, de minden más. Igen. Mással is tudtok beszélgetni. Igen, fogom. Próbálkozom. Roli, figyelj, azt mondtad, hogy hát ilyen kis visszahúzódó és félénk fiú voltam, de azért nagyon érdekelne, hogy azért az a 8 év Belgiumban? Igen. Zandaleknél, hogy onnan mit hoz haza az ember úgy minden szempontból? Élettapasztalat, rajongók, nem tudom. Szóval, hogy ez ott azért ez már egy olyan időmennyiség, ami gyakorlatilag egy szinte egy teljesen más életvitel, egy más kultúra, belehelyezkedés valami olyasmibe, amit nyilván itthon nem tapasztalunk. Igen, egy picit furcsa volt nekem is, ugye. Itthon azért a labdarúgók megítélés, amikor 2005-ben kimentem, nem a legjobb volt. Még most sem mondanám, hogy a legjobb, de azért ez talán valamennyire változott az elmúlt időszakban. Nyilván az Európa-bajnokságoknak köszönhetően azért most ezt mondhatom, hogy lényegesen jobb. Akkoriban nagyon nem volt, és nekem akkor az volt fura, hogy bekerültem egy olyan közösségbe, egy olyan közegbe, ahol imádjak, rajongolnak a játékosokért. Ugye minden hétvégén teltház volt, ugye ünnepelt sztárok volt. Most az Anderlechtet úgy kell elképzelni, mint itthon a Fradit. A belga rekordbajnok, tényleg nagyon a szurkolótáborral bír. Az emberek picit máshogy álltak hozzánk játékosokhoz. Nyilván egy 22 éves fejjel, ez elég nehéz, furcsa volt számomra. Sztár voltál? Sztár? Nem is a sztár, mert nyilván egy videójátékoson nagyon ki kell vinni, persze, de azt gondolom, hogy egy elismert játékos, aki az Anderlechtben játszott, akár milyen szinten, azt azért elismerték, és az, hogy 8 éven keresztül mondjuk rendre jó megvívtam a csatákat a pozíciómért,
az azt gondolom, hogy ez mindenképpen másként, mint itthon. Úgy gondolom, hogy ott nagyon sokat kellett letenni az asztalra, hogy elismerjenek, mint külföldi játékost. Aha. Tehát, hogy ott volt talán... ilyen handicapet, hogy neked külföldiként többszörösen bizonyítanod kellett. Így van. Itt talán még ez a része nem úgy működik. Itt olyan nagyobb nevű játékos már... Rögtön kiszarítja a magyar játékost a csapatból. És már elkezdjük olyan szinten az egek beemelni, ami nem biztos, hogy szerencsés. Én örültem annak, hogy minden évben jött rám konkurencia. Meg kellett indulni. Én ezáltal mindig jobb lettem, és azt éreztem, hogy eredményesebb is. De majd pont most fogunk egyébként visszamenni. Azért szerintem nagyon sokat változott Brüsszel is így az évek során. Hát az biztos, azt igen, mondják. Igen. Én is láttam a változást, igen, jártam ott össze. És kíváncsi leszek, hogy majd most mit kapok vissza, mert nyilván nagyon sok olyan hely... De a kapcsolatot tartod velük, ők tartják veled, ugye? Tehát, abszolút azért tartják, igen, figyelnek erre a klub részéről, annak ennyire ott is a klub eléggé kicserélődött, de ennek ennyire azért tartjuk a kapcsolatot, és figyelnek a régi játékosokra. Mondom, most is egy ilyen gála mérkőzés kapcsán fogunk visszamenni, a legtöbb mérkőzést játszó játékos, aki az Anderlecht színeiben a legtöbb bajnoki mérkőzésen játszik, ő fog visszavonulni, és akkor őnek lesz egy ilyen gála mérkőzés. Fontos szerintem ez mindenképpen, hogy ezeket ne engedjük el, mert olyan játékosokat tudtam együtt játszani, akik így a másik oldalon, a szakvezetés oldalon mindenképpen majd hasznos lehet a jövőt nézve. Igen, szóval mégis ebből is a jövő felé tudsz majd egy kicsikét építkezni. No, hát ugye a logisztika szóba került, ugye? Van itt egy Krisztián, aki mindjárt 9 éves, és van egy Jázmén, ugye? Ő mennyi most? 13 lesz. Fú, akkor ő már egy kis kamasz hölgy. Szóval két elfoglalt ember, most egy picit jobban ráérsz, mert a nyugdíjas vagy, de azért két, hát gondolom igencsak izgőmozgó gyermekkel, azért ez egy szép, izgalmas feladat. Most szokták mondani, hogy patchwork módon összeálltok, és reméljük, hogy még tovább patchworköltök, de a lényeg, hogy szóval hogy áll ez össze, mert azért azt gondolom, hogy ez egy külön nagy feladat, amikor az ember gyermekkel érkezik egy kapcsolatba, hogy itt bizony itt egy másfajta szinten is összhangnak kell lennie. Igen, ez egy nagyon nehéz feladat, és mi egy ilyen tipikus patchwork család vagyunk, nekem is van egy kisfiam, Marolinak is van egy kislány az előző kapcsolatából. Nyilván ez úgy tud jól működni, és úgy tud, talán kijelenthetem, hogy zökkenőmentesen működni, hogy másik oldalról is megvan a rugalmasság, tehát a Roli kislányának az édesanyja, az én kisfiúmnak az édesapja is úgy áll a dologhoz, hogy próbálnak ők is rugalmasak lenni, és mindenki azt nézi, hogy a gyerekeknek hogy a legjobb, tehát ez a szerencse. Igen. Ebben az élethelyzetben. Ez valóban nem egyszerű. És ez csak így tud jól működni. Nyilván az én időbeosztásom is nagyon szürreális, hát ugye a Roli is az volt most már egy fokkal, egy egész hónapja most már, jó? Tehát, hogy nagyon... Most a nagy szánk lehet, mert egy hónapja most már a Roli is ráér. Szóval nem egyszerű, és hát nyilván a másik oldalon is van két család, ahol ott is ugye dolgozó emberekkel, tehát ugye nem egyszerű a helyzet, de azt gondolom, hogy eddig legalábbis lekopogom, hogy hál' Istennek, hogy jól sikerült összehangolni ezeket a dolgokat. És nyilván mind a két helyen most is, nem tudom, ilyen edzés, foci edzés, tenisz edzés, ilyen külön óra. Külön óra, szóval igen, azért nem egyszerű. Ez azért nagyon érdekes, és azért nem akarom, hogy csak így átsuhanjunk ezen a kérdésen, mert hát egyrészt ugye mindig van egy olyan felvetés, hogy egy élsportolói élet után az ember milyen utat szán a gyerekének, ugye ez is egy kérdés. A másik az, hogy viszont a sport értékei, amelyet ugye mindannyian azt gondolom, hogy nagyra tartunk, és hát nyilván fontos az életünkben, hogy ez vajon nélkülözhető-e, ha mondjuk nem egy sport irányú életet szánunk a gyereknek. Szóval ez nálatok valóban mennyire van jelen? Hát nyilván fontos a sport ugyan a gyerekek életében is. Ugye Kriszi az most nagyon megszállottan beleállt a futballba. Most jött az időszak, amikor az összes játékost ismeri, focis kártyák, a Liverpool fanatizmus, szóval meglepő módon, mert nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar eljön. Nagyon sok sportágat kipróbáltunk. Igen, de most a focira nagyon. Jászmin a tenisz ugye heti 2-3 edzéssel megy. Én nagyon szeretném, hogyha egy csapasportot is bemenne. Egy kosárlabdára gondoltam adottságaiból adódóan, és egész jó labdaérzéke. Igen, magas kislány. Már most is. Én szeretném, hogy egy picit a csapasportot is kipróbálja, de abszolút nyomás nincs a gyerekeken. Szóval
mi azt én sem, egyikünk sem szerette volna, hogy bármibe kényszeríteni a gyerekeket. Sokan mondják, hogy futballista apuka, és akkor minden áron futballista legyen a gyerek. Ha ott érzi jól magát, akkor csinálja, és tényleg szerencsére a lelkesedéssel nincs egy olyan probléma. De... Na és mi van akkor, ha kiderül, hogy mondjuk Krisztián tényleg nagyon tehetséges? Tehát nem csak kitört rajta ez, egyébként az én fiam is átment 9 évesen ezen a korszakon, egy évig focizott is, aztán utána más sportra váltottunk. Szóval, hogy ez, tehát mi van akkor, mert mindig az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy na, mert most bele kéne állni, mert ha nem állunk bele, akkor elveszünk tőle egy lehetőséget, mert nagyon kibontakozhatna. És persze ott van a másik kérdés is, hogy viszont nyilván erőltetni sem akarod. Nehéz kérdés, meg így a sportválasztásnál is az nehéz kérdés volt, mert nekem is ez egy kedvenc sportágam a labdarúgás, de szerencsére úgy alakult, hogy nagyon sok sportágat ki tudott próbálni, tehát úszni járt, a legjobb barátja révén teniszezni, futni, tehát hogy tényleg próbáltam, hogy minél több sportágat próbáljon ki, és döntse elő, tehát kimondhassam azt, hogy ő döntött el, tehát ne az legyen, hogy már pedig most elviszlek, és te nem tudom, focizni fogsz, vagy kézilabdázni, vagy vízilabdázni. Úgyhogy az úszás az egyből mondta rövid idő után, miután megtanult úszni, hogy hát, hogy nem. Tehát, hogy mondtam, hogy jó, oké, addig kell járni, amíg meg nem tanulsz rendesen úszni, de akkor utána nem erőltetjük, amit nem szeretnél. A vízbiztonság meglett, és akkor utána köszönjük. Igen, szépen. Igen, úgyhogy hál' Istennek annyira nem. Egyedül a hokit nem próbálta ki, amit szeretett volna, az én hibám. Pedig az első sportesemény, ami rávittem gyerekként, az egy hoki meccs volt, és borzasztóan tetszett neki. De valahogy úgy alakult, hogy ezt nem próbálta ki. Szóval visszatérve, nehéz kérdés, meg főleg úgy, hogy ugye mellette tanuljon, iskolába járjon, legyen ideje mindenre, a barátaival játszani, hiszen annyi időt elvesz a tanulás, az iskola, hiszen későn ér haza, fáradt, házi feladat van, és még az edzés, hát ezt nem kell bemutatni. Igen. Két gyerekes anyukaként neked, úgyhogy ez nem egyszerű feladat. Még ugye kicsi, tehát hál' Istennek még most itt, amit szeret, azt csinálja, szeret járni edzésre. De 9 évesen egyébként egy focipalánta kicsi még, Roli? Tehát hogy kell rájuk tekinteni? Ezt akartam mondani, hogy nekünk, vagyis az én generációnak talán azzal volt szerencsésebb a helyzete, hogy jóval később kezdődött ez a szervezett futballedzés. Ugye azért most már 6 évesen elkezdenek a gyerekek, igen, valamilyen szinten a gyerekkor kimarad nekik. Nekünk, én azért 10 évesen lettem igazolt labdarúgó, nyilván nem azt mondom, hogy az a szerencsés, hogy csak 10-11 évesen legyen valaki, de talán ebből a szempontból szerencsésebbnek mondhatom magam. Igen, mert az a presszúra, ami azért egy idő után, igen, elkezd, ugye bizony hamar ugye feltornyosolott a csapatban, az így egy kicsit később kezdődik. Igen, az alapokat megkapja, persze, kicsit hamarabb, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy lemarad, hogyha kicsit később kezdi el, vagy kicsit később dönt egy olyan sportág mellett, amit igazán szeretne majd. Hát, sőt, ennyi idősen még nem maradt le. Nagyon semmire. Sokan ugye a szakemberek közül, amikor keresik ugye itt akár a magyar labdarúgással kapcsolatos megoldó kulcsokat, akkor azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a fiatalkorban viszonylag sokáig tét nélküliek lennének tulajdonképpen a gyerekek mérkőzésére, hogy a játék szeretete is tulajdonképpen nem az a fajta nyomás lenne az első, hogy már pedig bajnoki cím kell, akármilyen korosztályban is. Erről neked mi a véleményed, hogy ennek szerinted van romboló hatása, vagy épp ellenkezőleg? Ez egy érdekes helyzet. Gondoljunk ki, hogyha gyerekként lemegyünk mondjuk focizni, vagy kézizni, vagy kosarazni a haverokkal, mindenki nyerni hát, akar. Igen, nyilván, ez az abszolút, de ez jön mindenkinek magától, és nem egy edzői nyomás alatt kell, hogy már pedig akkor tabellán van egy tabella, az elfoglalt helyünk, hanem ez egy örömfutball, de amellett tényleg fontos az eredmény. Nyilván ugye erre volt a próbálkozások, hogy milyen formában legyen ez megoldva. Én azt mondom, azért kell valamilyen szinten az, hogy győzelem fontos legyen, de nem mindenre az, hogy egy tabellán elfoglalt helyezés, vagy hogy kirúgta a gólt. Nyilván ezeket ugyanúgy edzői pedagógiai feladat, hogy ezeket hogy kezel a gyerekeknél, mert nyilván ilyen idős gyerekekre nagy nyomást helyezni azért az végtelen nagy butaság lenne. Sajnos találkozik ilyennel az ember. Igen, hát ez egy elég komplikált dolog minden szempontból. Jó, hát itt el fog dőlni, hogy akkor mennyire lesz komoly tulajdonképpen akár Jászmin, akár Krisztián esetében végül is a sport, de azért a mögöttes szülői logisztika azért ez egy szép feladat, nem? Tehát azért ezt, igen, így...
Igen, de amire odafigyelünk tényleg, hogy az ő dolguk ne csorbuljon, tehát hogy nekik abban ne legyen hátránya, hogy mi most külön élünk esetleg az ő apukájával, vagy az ő anyukájával. Tehát, és ott azt szoktam mondani, hogy mi négyen vagyunk egy bizonyos szituációra, mert sokszor a Roli viszi a Krisztiánt valamire, vagy én viszem a Jászmint edzésre, tehát be tudunk segíteni ilyen szempontból, tehát plusz egy fő ott van még, akinek rendelkezésre kell állni, hogy sokszor ez szerencsés is. Meg azt próbáljuk a gyerekeknek is átadni, amit mi is nagyon szeretünk, hogy minél több sporteseményre elmenni, és hogy átérezzék ennek a súlyát, és imádnak meccsre járni. Bármilyen sportág legyen az, tényleg vízilabda, és átszellemülve piros-fehér-zöld zászlóval az arcukon szurkolnak. És én azt mondom, hogy ez akkora élmény volt számomra is gyerekként, amikor meccsekre jártunk, és megmaradtak ezek az élmények, és olyan jó látni, hogy ez megvan a gyerekeknél is, és nem erőltetve, mert nem szabad erőltetni. Tehát elviszed, és akkor vagy jól érzi magát, vagy nem. Ki fog derülni, hogy ez bejön neki. Igen, és szerencsére nagyon élvezik, úgyhogy nagyon örülök. Hát, hogy két gyerek menedzselése sem kis feladat, ezt gyakorlatban mondhatom, de lesz-e közös gyermek? Beszéltünk róla, persze, szeretnénk mindenféleképpen, aztán majd kiderül, hogy alakul az élet. Persze, beszélgetünk róla, nyilván természetes, főleg, hogyha van egy esküvő, akkor hát igen, hogy komolyra fordulnak a dolgok. Úgyhogy igen, meglátjuk, mit az élet. Van. Aztán reméljük, hogy idővel az is meg lesz, úgyhogy így lesz majd kerek ez az egész. Hát igen, abszolút. Aki ennél, hogy tényleg egy elég, ugye elváltunk mind a kettő, és nem váltunk ki, hanem szétmentünk, de mindenkinek azt kívánom, hogy Betta is, hogy mondta, hogy mindenki, aki hasonló helyzetben, így kezelje ezt a szituációt, ahogy nálunk ez, és a másik részéről is, mert tényleg ahol tudunk, csak a gyerekek érdekeit nézzük, és hogy őnekik ebből minél kevesebbet érezzenek, de azt gondolom, hogy ez eddig... Igen, le is kopogom gyorsan, igen, hogy jól működik. Az abszolút érezhető, hogy sokat adott nektek a sport mindenkinek a saját életében. Van nekünk egy rovatunk, ez pedig a Charity. Charity. Think wise. Share smart. Ebben pedig arról beszélgetünk, hogy mi az, amit adott esetben az ember vissza tud adni adott esetben társadalmi felelősségvállalás szintjén, és ami bizonyos kérdésekben talán érzékenyebb számotokra, fontosabb, amivel fektettek adott esetben extra energiát is. Hát ugye nekem a jótékonykodás az mindenképpen nagy szerepet játszik az életemben, de mondhatom ezt közösen is egyébként. Ugye pont Jázi születése után azért aktívan jótékonykodtam, annó ugye a válogatottból szerzett prémiumot mindig felajánlottam valami jótékonyt, nagyon sokáig. Hát még a Madarász utcai gyerekkórházban, hogyha belép bárki, jött a sorompónál, egy éves Jázi van velem együtt. Igen, ott azt a Huti Szabival jött az a kezdeményezés, nagyon sok éven keresztül támogattuk akkor. Volt, hogy defibrillátort, akkor a vörös iszapnál. Nekem ez mindig úgy volt, hogy a rádióban hallottam egy sztorit, és egyből jelentkeztem. Valahogy ez mindig olyan volt, hogy a válogatottban soha nem azért szerepeltem, hogy pénzt keressek. Nekem az mindig másról szólt, az mindenek hát felett áll. Így van megtiszteltés, de ugye nem mindenki gondolja szerintem így, sajnos. Ez így van. De nyilván mások vagyunk. Viszont pont ebből adódóan úgy voltam, hogy valahol nekem azt a sok jóból vissza kell adni valamit, mert tényleg amennyi szépet is ott kaptam én a sporttól. És azért ne felejtsük el azt a társadalmi munkát, amit nem kis energiával végzel, hogy ahonnan származott, tehát Jószent Mártonból a gyerekek minél többet sportolhassanak, mert még aktív volt a Roli, akkor is tényleg heti szinten kétszer-háromszor járt le a gyerekekhez, és mert én mondtam neki, hogy figyelj, tehát hogy azért nem vagy itthon, már többet vagy lent a gyerekeknek az edzésén, mint itthon, és akkor is ment és csinált. Én tényleg azt gondolom, hogy ez, amikor valaki annyira szereti a sportágát, mint a Roli, hogy szeretné, hogy minél több gyerekhez kipróbálhassa, és minél több gyerekhez eljusson. Létesítményt építettünk ott a Torgás Anyival közösen, létesítményt hoztunk létre, ami szintén azért, hogy picit az ottani gyerekeknek megadni azt a lehetőséget, hogy hasonló pályát fussanak be, vagy még sokkal jobbat, mert nyilván azért még ma is tapasztalom, hogy egy 6000-es nagykőségből sokkal nehezebb még mai nap is eljutni oda, annak ellenére, hogy a lehetőségek már sokkal jobbak. Charity. Think wise. Share smart. Ugye azért nagyon nehéz kihívásokkal néz majd fiatal szülőpár szembe, hogy más nem mondjak, leginkább az online térben való veszélyekről szólva. Mondhatjuk, hogy tapasztalatból ti azt érzitek, hogy azért a sport az egy nagyon klassz alternatíva, tehát egy olyan
út, ami sok esetben kompenzálja mondjuk az ottani, hát azért így a figyelem elvonódását? Igen, és azért nagyon fontos számomra, hogy akár egy olyan kis településen, ahonnan a Roli származik, hogy a gyerekeknek lehetőséget adni a sportolásra. Tehát ne az legyen, hogy hazamegy valaki az iskolából, és akkor tényleg nincsen semmi más, csak az internet, hanem legyen egy olyan közösség, ahova elmegy edzésre, ahova tartozik, ahol foglalkoznak vele, ahol elfárad egészségesen. Hát és igen. Azzal igen. Persze nincsen semmi probléma, hogyha valaki hazamegy, és akár a tanulását segítségül hívva az internetet úgy használja, vagy ne adj Isten játszik, de nyilván nagyon sok veszélyt járt magába az online tér. Volt itt olyan valaki, aki, ha jól tudom, néha az Xbox kontrollert bevágta a szekrés sarkába, amikor igen, nem ment olyan jól. Azért ezt otthon egyébként próbáljuk kontrollálni. Igen, főleg amikor a Kriszivel leülnek fifázni, és most akkor nem tudom, hogy melyikőjük akad ki jobban, hogyha kikap a Roli vagy a Kriszi, tehát mind a kettőjükben megvan még ez a versenyszellem szerencsére. Úgyhogy természetesen a játék az ugyanúgy, mint bármilyen más gyerekeknek, a gyerekeinek is az élete része, és szoktak játszani. Tehát muszáj kontrollálni, valahogy muszáj időkorláttal, vagy bármivel ezt kordában tartani. Sikerül? Te tudod magadat egyébként uralni ebben a témában? Tehát olyan kontroll az bejön, mert... Gyerekekről beszéltünk, inkább a gyerekekre. Egyébként néha nekem is muszáj nyilván, mert azért bennünket is elvisz a hív sok esetben, és ez nem jó példa, hogyha a gyerekek azt látják, hogy neki nem szabad, de mi mondjuk ugyanúgy nyomkodjuk a telefont. Mondom, az időkorlát az egyelőre azért elég jól bejött, de azt gondolom, hogy ha együtt van a két gyerek, akkor is azért arra törekszenek, hogy minél többet játszanak, lefoglalják magukat. Egy kutya is van most már az életünkben, úgyhogy innentől kezdve az még egy plusz dolog. Teljesen ideális család lett, de azt gondolom, már talán csak egy pár dolog hiányzik. Jó úton haladtok. Hát azt kívánom nektek akkor, hogy valóban a megnövekedett szabadidő, a nyugdíjas évek szépségeit így együtt ezzel az új fejezettel, ami májusban vár rátok, akkor tényleg bővítsétek ki sok-sok szép új közös élménnyel. És ha az az út valóban, amit terveztek, hogy bővül a család, valóban úgy lesz, akkor nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok ahhoz is. Köszönöm, hogy eljöttetek, mert nagyon fontos volt egy picit azt érzékelnünk, hogy egy ilyen fiatal pár életében nem csak a sport fontos, de a háttér szervezés sem egy egyszerű munka. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönöm. Köszönöm a figyelmet, és hát remélem, hogy itt a Csisztó Channel YouTube csatornán nem csak ezt a beszélgetést, de akár a korábbiakat is érdemes újra végignézitek, és bőnkészitek a tartalmakat, egyébként akár a podcast felületeken is, legyen így, találkozunk ott is. Sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, produkciós vezetője Molnár Géza, social és média menedzsere Görgényi Gabriella. Köszönjük a stylingot Mihály Paricnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity, a Prestige Hotel, a Komplett Optika és a Primus Labor támogatását. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Margaret Fenzinek, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak.